Sziasztok! Most egy remek példát szeretnék mutatni nektek arra, hogy a minőségi munka nem feltétlen hivalkodó. Sőt. Ahogy a bevezetőben mondtam, egy nagyon minőségi felújításon átesett lakásról van most szó, ahol egyszerű letisztult dizájn van, és rendkívül praktikus mindemellett. Itt kezdünk a hálószobában, ahol egyből láthatjátok, hogy a teljes belmagasságot kihasználták itt a beépített szekrény kialakításakor, és emiatt gyakorlatilag rengeteg tárolási lehetőség van a lakásban, a hálószobában is, de majd a többi helységet is látjátok, hogy amit lehetett kihasználták, és emellett mégsem lett fullasztó, nyomasztó a lakásnak az elosztása, a berendezései, hiszen 82 négyzetméteren nappali háló, fürdő és egy vendég-WC kapott helyet. És a hálóból nyílik ez a gyönyörű fürdőszoba, ahol, amint látjátok, kád, zuhany és egy WC kapott helyet, természetesen dupla csappal, és itt is a belmagasság miatt is, illetve a világos színek használatának köszönhetően egy nagyon tágas érzet fogad bennünket. És csak hogy világos legyen az alaprajz, a bejárattól jobbra esik a hálószoba, és az összes többi helység pedig az utcafront irányában. Láthatjátok, hogy rengeteg beépített szekrény van, ezt már korábban mondtam, de nem győzöm hangsúlyozni, hiszen sokszor nagyon szép esztétikus felújításokat végeznek a tulajdonosok, vagy az erre szakosodott szakemberek, de az ilyen paraméterekről elfelejkeznek, illetve itt jobbra mellettem található a már korábban említett vendégmosdó. A konyhával szemben nekem rendkívül szimpatikus, és nagyon feldobja a lakásnak a hangulatát, ez a dekorációs elemét. Ugye nagyon sok fehér világos színnek a használatával találkozunk, és ilyenkor egy-egy apró színes dekorációs elem nagyon megdobja a lakásnak a hangulatát. Most pedig itt vagyunk a konyhában, ami nekem az egyik kedvencem. Látjátok, munkapult van itt balra tőlem, jobbra, itt a főzőlap mellett is. Rengeteg tárolási lehetőséggel, és nyilván a világos színnek a használata azért is volt fontos, hiszen ez a lakásnak a középső része, tehát se a belső udvarnak az ablaka, se az utcafronti ablakok nincsenek túl közel, nem túl sok fényük be ide, úgyhogy úgy kell megcsinálni mindig ilyenkor egy konyhát, hogy szívesen legyen ott az ember, ne azt érezze, hogy a sötét lyukba beszorult, és akkor ott kell elkészíteni akár az esti vacsorát. Végül elérkeztünk a nappali étkező részhez. A nagy belmagasság miatt itt is hatalmas térélmény, három utcafronti ablak, középen látványkandalló, ami amúgy meleget is ad. Két oldalt kialakítottak könyves polcot, de igazi könyvtári hangulatot sikerült teremteni vele. Minőségi bútorok itt is, amint látjátok. Az egész ingatlanban pedig fahatású hidegburkolatot használtak föl. És ami még az én személyes kedvencem, apróság, de ez is az eleganciához hozzájárul, az egész lakáson ugyanez a mintázatú bordűr húzódik végig, úgyhogy sikerült kialakítani egy nagyon minőségi, nagyon elegáns, de mégis egy otthonos hangulatot, ami reflektál a belváros igazi régi hagyományaira is. Örülök, hogy velem tartottatok, hamarosan újra különleges lakásból jelentkezek. Sziasztok!